Trendidők. Pontosan 60 évvel ezelőtt, 1959. januárjában adta hírét az Esti Hírlap az első magyar elektronikus számítógép, az M3 elkészültének. A szakemberek szerint ez a magyar informatika születésnapja. A gép csak nem 10 évig működött Budapesten, aztán Szegeden, ahol végül 1968-ban leselejtezték. A magyar informatika történet első önálló számítógépéről Képes Gábor, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság főmunkatársa mesélt Burkert Rudolfnak. Gyakorlatilag egy programozható tudományos zsebszámológép színvonala, amit egy ilyen korú számítógép tud, tehát műszaki számításokat lehet vele készíteni, de azért el kell mondjam, hogy amikor Szelezsán Jánossal beszélgettem, és ő annak idején az M3-at programozta, akkor elmondta, hogy ez a gép egy nagyságrendi ugrást eredményez. Tehát volt egy sor olyan műszaki számítás, amit az akkori eszközparkon, például a tekerős számológépeken évekbe, évtizedekbe telt volna kiszámítani azt az adott feladatot, az M3 pedig lehetővé tett ilyen számításokat. Például akkoriban épült az új Erzsébet híd, ennek a statikai számítások ellenőrzése az egy nagyon fontos feladat volt, és Szelezsán János végül is gyomorfekét kapott miatta, mert először egy operátor munkatárs hibája miatt olyan számok jött ki, amik szerint a Erzsébet híd beleroskadt volna a Dunába, de szerencsére újra számolva kiderült, hogy rendben lesz ez a híd, és hát máig áll. De emellett a tervhivatal számára különböző közgazdaságtani jellegű számítások épp úgy készültek rá, mint például egy Fónagy Iván nevű nyelvész felkérésére nyelvstatisztikai számítások. Dömölki Bálint és Németh Pál, akiknek szintén közük van az M3-hoz, de melyiküknek micsoda? Ők egy teamnek a munkatársai voltak, ezt úgy hívták, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kibernetikai kutatócsoportja. Az igazgató Varga Sándor volt, az igazgató helyettes pedig Tarján Rezső, aki úttörő kibernetikus volt. Dömölki Bálint matematikus, és gyakorlatilag ő volt az, aki felelt azért, hogy a elektroncsövekből és a különböző műszaki elemekből egy működőképes számítógép álljon össze, ugyanis a gépnek a műszaki terveit kapták meg a Szovjetuniótól, de az, hogy valójában ezek milyen műveleteket hogyan végeznek el, ezt Dömölki Bálintnak kellett visszafejteni. Németh Pál pedig villamosmérnökként az üzemeltetésben és továbbfejlesztésben működött, azért felelt, hogy ez a számítógép megbízhatóan tudjon működni. Hát a megbízhatóság akkor egy kicsit más volt, mint manapság, mert nagyjából fél óránként elromlott ez a számítógép, és hát többen is mesélték nekem, de Németh Pál is megerősítette, hogy volt, hogy gumikalapáccsal javítgatta. És akkor ugye 59. januárjában jelenik meg a hírlapban, hogy itt van az első magyar számítógép, és 68-ban se lehetezik le. Miért? 1968-ra ez a gép már egy őskövületté vált. Gyakorlatilag alkatrészbányaként használták föl. Szeged kapta meg, tehát az egyetem különböző tanszékei kapták meg a műszerszekrényeket, és a benne lévő elektronikus alkatrészeket újra felhasználták. Szerencsére néhány darabját sikerült a számítógépnek megmenteni. Ezek közül jó pár kiemelkedő darab a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság informatika történeti kiállításában látható Szegeden, a Szent Györgyi Albert Agórában, néhány darab pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műszaki tanulmánytárában is fönnmaradt. Trendidők.